2014-ben Barack Obama azt mondta, biztosan eljön az az idő, amikor a halálos járvány söpör végig a világon. Nagyon fontos, hogy fel legyünk rá készülve. Hát nem voltunk rá felkészülve. Az emberiség nem volt felkészülve sem védőeszközökkel, sem gyorsan előállítható védőoltások előállításával arra, hogy nagyon gyorsan, nagyon sok embert meg tudjon védeni. Kína pedig már 2003-ban átesett egy koronavírus járványon. Ugye ez volt a SARS-1 vírus okozta koronavírus járvány, amiben közel tízezer ember betegedett meg, és ezren haltak meg a betegség következtében. De akkor az országnak sikerült a, ugye a, követ, a különböző védekezési technikákkal, lezárásokkal, karanténnal, utazási restrikciókkal megállítani a járványt, és akkor abból nem lett világjárvány. Sokan gondolták úgy, hogy ebből az új, 2019-ben megjelent járványból nem lesz jó, magam is úgy gondoltam, hogy sikerül legyőzni. Sajnos a mobilitás, a kontinensek közötti mozgás nem tette lehetővé azt, hogy ebből ne alakuljon ki egy nagyobb világjárvány. Felkészületlenül érte az emberiséget. Az országoknak nem volt megfelelő mennyiségű védőfelszerelése, maszkja. Pláne az első időszakban gyorsan előállítható oltóanyag a vírus a betegség ellen kínai barátaink nagyon sokat segítettek abban, hogy Magyarország nagyon gyorsan, nagy mennyiségű védekezési eszközhöz jutott, és a járvány elején semmilyen más módszer nem volt a járvány visszaszorítására, csak is az intézkedések, a kötelező maszk használat, a karantén, a védőfelszerelések, a védőruházat. Nagyon nagy segítséget kaptunk abban, hogy már az első évben hatékonyan tudtunk ezeknek a segítségével védekezni. Természetesen felgyorsultak a tudományos kutatások közel egy év alatt sikerült hatékony védőoltást létrehozni. Jó magam decemberben adtam be az első magyarországi védőoltást. Igen ám, de a korszerű technológiával készült valóban igen hatékony védőoltásokból nem volt elegendő Magyarország számára. Ezért bizalommal fordultunk a kínai kutatókhoz és a kínai ugye, kereskedőkhöz, hogy juttassanak el Magyarországra hatékony, biztonságos, hagyományos technológiával készült védőoltásokat. 2021. 21 februárjában érkeztek meg ezek az oltások Magyarországra, és nagyon sok embernek az életét sikerült azzal megmentenünk, hogy ezeket a kínai védőoltásokat alkalmaztuk. Nyilvánvalóan hatékonyságban ezek nem érték el a korszerű technológiájú védőoltásokat, viszont biztonságosak voltak. De két oltás kellett a védelem kialakításához, később aztán megtanultuk, hogy egy harmadik ismétlő oltás kell ahhoz, hogy hosszú távú védelmet is kapjanak. Nyilvánvalóan ez nagyon-nagyon sokat segített Magyarországon ahhoz, hogy nagy, több ezer ember halálát megakadályozzuk, hogy több tízezer ember ne kerüljön kórházba. Ugye fel kell készülnünk arra, hogy hogy bármennyire is az emberiség sokat tanult ebből a járványból, de lesz majd még egy járvány. A, a, a járvány teljes idő ala, ideje alatt nagyon sok segítséget kaptunk a Magyarországon élő kínai közösségtől. Jól emlékszem, hogy a, a közösség, ugye adományként felajánlott egészségügyi intézményeknek védőfelszereléseket, maszkokat. Jó magam, mind a mai napig azokat a maszkokat használom, amit kínai barátainktól kaptuk. Egészen biztos az is, hogy a következő években lesz egy újabb világjárvány. Az Egyesült Államokban, Európában és Kínában egyre többször üti fel a fejét a szárnyasok között a madárinfluenza, egy H5N1 változatának tulajdonított formája, amely képes már szárnyasokról emberre terjedni. Természetesen az a képessége még nincs meg, hogy emberről emberre terjedjen, de ez egy rendkívül agresszív vírusfajta. Ez a vírusfajta szárnyasoknak a 100 millióit képes elpusztítani, de egyelőre fókákon, nyesteken, nyérceken kívül más állatokban nem tud szaporodni. Viszont már egy lépés, hogy emberről emberre is terjedjen. Nagyon sokan kutatják Kínában is a kutatók ezt a fajta vírust, és próbálnak meg már előre védőoltást létrehozni, előre védőoltásokat eltervezni ahhoz, hogy ugye ebből ne legyen világjárvány, de jó magam úgy gondolom, hogy föl kell készülnünk arra, hogy a madárinfluenza a következő évtizedekben el fog indulni, mint az emberiséget veszélyeztető járvány ugye a járvány következményei rádöbbentették az emberiséget, az emberiség törékenységére, és én úgy gondolom, hogy a szolidaritás, a szeretet, az együttérzés és a gondoskodásnak a fontossága ennek a járványnak a kapcsán sokkal jobban előtérbe került. Nagyon szépen köszönöm, siessie!